Elnézést, meg kell vizsgálnom Tatjanát, csak egy rutin vizsgálat, magunkra hagyna, ha megkérem. Hogyne. Köszönöm. Szia, szia. Lássuk a kacsót. Doki? Maga minden beteggel ilyen figyelmes? Nem, nem mindegyikkel. De tilos elmondani. Barbara, én vagyok Nicholas. Találkoznunk kellene. Van úgy, hogy egy beteget jobban megkedvelünk. Van úgy, hogy egy orvost szívből megszeretünk. Mindig hálás leszek azért, amit értem tett. Már kétszer mentett meg. Ugyan? És most két apám van. Az édesapám és maga. Tudja, mi orvosok a betegeket néha gyerekeinknek tekintjük. Vigyázunk rájuk, és bátorítjuk őket az életre. Örökké hálás leszek. Magának köszönhetem az életem. Miért költöztél el? Miért egyedül intézed? Egyedül hagytál. Nem volt más megoldás. Nem akarom megcsalni Tatjánát, viszont téged sem. Tisztességtelen lenne. Barbara, történhet bármi. Tudnod kell, hogy szeretlek. Mindig is szeretni foglak. De nem lehetünk együtt. Aquella que sentí al escuchar tu corazón. Qué falsedad la que engaña a todos en aquel viejo salón. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor. Si no puedo. Hogy boldoggá teszem Tatjánát. Akkor ez a búcsú. Igen. Búcsúzom, pedig te voltál az igazi. Hello, Doki. Hogy van? Szia, édesem. Szia. Hogy vagy, mondd? Jól. Jól? Szóval nem tudom, hogy köszönjem meg önnek azt, amit tett. Megmentette a lányom életét. Ugyan? Úgyhogy... Én már megköszöntem, apa. Na jó. Nem csak az orvosa vagyok. Hát... Elég könnyű egy olyan emberért rajongani, mint Tatjana. Igen, ez igaz. Ez így van. Igen, nem szoktam a betegeimért rajongani. De ő különleges nekem. Persze. Kicsit se erőlködj, jó? Nem fog. Nem is köszönsz nekem.
Jó napot. Mi az? Történt valami Tatjánával? Nem, semmi sem történt vele, csak majdnem eljárt a szám. Mi? Ez az egész túl sok nekem, és hát majdnem kiszaladt a számom, de azért nem mondtam semmit, mert megígértem. Igen, az jó, az jó. Én mindennél jobban el szeretném mondani. De nem. Most nem szabad, érted? Óvatosnak kell lennünk. El akarom mondani neki, hogy én vagyok az anyukája. Gondolj bele, te is azt hitted, hogy meg sem született. Én meg azt hittem hosszú éveken át, hogy a kislányom halva született. És most már majdnem egy éve eltökéltem kutatók utána. És egyszerre kiderül, hogy épp ő az. Mindig is imádtam őt, pedig nem tudtam, hogy a lányom. Még mindig nem hiszem el. Tudod mit? Egy pillanatra belenéztem Juan Manuel szemébe, és belegondoltam, hogy mennyire fog szenvedni, amikor megtudja, hogy nem az ő lánya. Igen. Nekem is mindig ez jár a fejemben. Kedvelem őt, nagyon jó ember. És ha eszembe jut Tatjana, rájövök, hogy nem. Nincs még itt az ideje. Nincs, és most előbb fel kell épülnie ezután, a trauma után. Ezt meg kell várnunk. Ezért a jobbulás helyét cserébe eltitkoljuk az érzelmeinket. Látod? Már is olyanok vagyunk, mint a szülők. Én szeretnék mindenért bocsánatot kérni tőled. Tudom, hogy tévedtem, nagyot tévedtem. Csak képzeld magad a helyembe. Rendben. Nagyon jól tudom, hogy mit érzel. Mi csak azt szeretnénk, hogy tudd, hogy mi soha nem árultuk el az anyukádat. Tényleg. Sem Juan, sem én. Soha. Elhiszem. Hiszek neked, de akkor tudtam meg, hogy az anyám testvére vagy, és nem is tudom, minden a feje tetejére áll. Jól van, jó. Sajnálom. Semmi baj. Túljöttük. Csak az számít, hogy most már máshogy látod a dolgokat. Ez az. Igen. A történtek megváltoztatták a gondolkodásomat. Nagyon. Nagyon szeretlek, tudod? Nagyon szeretlek. Amikor megismertelek, egy csodálatos embert láttam benned. Energikus voltál, és különleges. Majd beleszerettem Juanba. És megutáltál? Jaj, bocsánat. Semmi baj. De én akkor is szerettelek. Mindig fontos voltál nekem. Mert tudtam, hogy te vagy a legfontosabb az apád életében. Kérhetek egy szívességet tőletek? Persze, amit csak akarsz. Gyertek haza. Kérlek szépen, gyertek haza. Az apám közelében akarok lenni. Én mindent megteszek, hogy mindig boldog legyél, édesem. Mindent. Köszönöm. Fogalmad sincsen, hogy mennyire vártam ezt a pillanatot. Akkor mindent elintéztünk. Az a fontos, hogy boldog vagy és jól vagy. És be kell vallanom, hogy nagyon vártam már, hogy újra együtt éljünk. Én is vártam. Nagyon hiányoztál, apa. Bocsánat. Nem érünk rá. Nem jöhetsz be. Nem, Gizsú, gyere be. Csak vicceltem, gyere. Gyere, menjünk. Hagyjuk őket. Jó. Szia. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy látlak. Én nem tudom. Részben örülök. De ugyanakkor nagyon fáj, hogy elkötelezted magad Nikolasszal. Sajnálom, nem akartalak megbántani.
Nem a te hibád. Tudtam, hogy ő az... Ő az életed szerelme, és nem én. Nem lehetnénk mi is barátok, mint te és Barbara? Nem. Mert Barbarát sohasem szerettem. Nem. Nem lehetünk barátok. Elfogadott. Édesem, elfogadott. Jaj, de jó. Végre egy család leszünk. Én is ezt akarom. Igen. És most már minden máshogy lesz. Nem? Remélem. Édesem, te is akarsz nagyházban élni? Akarok. Mindent megteszek Tatuért. A közelében leszek. Szeretném, ha megsemmisíteni a házasságát Nikolásszal, de nem akarom, hogy szomorú legyen. Én meg aggódom Barbara miatt. Ez tiszta őrület, Páz. Azt hiszem, csak annyit tehetünk, hogy ott vagyunk nekik, és kész. Juan, mielőtt beköltözünk a házba, valamit el kell intéznem. Mit? Elintézem. Ezek szerint mind együtt fogunk élni. Tudod, Páznak aranyból van a szíve, azért, mert mindent megbocsátott Tatjánának. Igen, tudtam, hogy Tatjana észhez fog térni. Esküszöm, hogy tudtam. Olyan boldog vagyok. Tatu elveszítette az anyját, és persze Páz nem fogja helyettesíteni őt, ez egyértelmű, de mégis jobb lesz így mindenkinek, nem gondolod? Úgy örülök, hogy közelebb kerültek egymáshoz. Igen. Végre egy család lesztek. Igen, azok leszünk, és te? Én, tessék. Te? Mi? Ott fogsz lakni? Mi? Amikor megszületik a baba. Jó lenne, ha mindannyian együtt lehetnénk. Veletek együtt? Jaj, édes, nem. Köszönöm, Juan Manuel. Nem. Nem tudnék abban a házban élni az apámmal, az anyósoddal. Nem. Azt hiszem, nem. Mondhatok valamit? Az anyósom jó ember, komolyan. Én nem így gondolom. Azért ne aggódj, jó lesz. Jó lesz ez így, jól vagyok. Még ha nem is érünk együtt, akkor is sokat fogunk találkozni, mert közel akarok lenni Tatjánához. Szereted őt, igaz? Nagyon. Tiszta szívemből. Különben szeretnék kérdezni valamit. Van fényképed Taturól, amikor kislány volt? Nincs. Nincs? Oda veszett, amikor leégett a házunk. Jaj, a tűz, már el is felejtettem. Tudod, kinek van? Alicia. Igen. Miért kellene képek? Csak látni akartam, milyen volt Tatu kiskorában. Kíváncsi volnék, hogy nézett ki. Jó régi képeket látni. Kicsi volt és vékony. Tényleg? Nincs kedved elmondani az igazat? De. De kedvem lenne mindent elmondani, de egy részét nem tudom. Egy részét meg nem merem. Mi van Foszkóval? Attól tartok, hibát követtem el, és már túl késő helyrehozni.